Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit és a kórház dolgozóit. Fenyvesi Zoltán vagyok, a Veszprém megyei önkormányzat alelnöke. Engedjék meg, hogy bemutassam mai sajtótájékoztatónk résztvevőit. Dr. Kis Attilát, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgatói biztosát, dr. Varga Gábor, Állami Egészségügyi Ellátóközpont terület igazgatóját, és dr. Nagy Zoltánt, az Ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatóját. Mai sajtótájékoztatunk témája, hogy egy újra fix CT működik az Ajkai Magyar Imre Kórházban. Ez egy nagyszerű és örömteli hír, ami megnyugtató az Ajkai és az Ajka környéki lakóknak, betegeknek. Az Ajkán és Ajka környéken élők nevében köszönöm ezt a gyors és szakszerű intézkedést a betegellátás biztosítása érdekében. Elsősorban dr. Onodiszű Zoltán, egészségügyért felelős államtitkárnak, az azonnali segítségért, az AAK vezetőinek az empatikus hozzáállást és a gyors döntést, dr. Nagy Zoltán főigazgató úrnak a gyors és szakszerű intézkedést, főigazgató úr bizonyította rátermettségét, hiszen egy nappal a kinevezése után már intézkedni kellett, talán azt lehet mondani, hogy még a tinta sem száradt meg a kinevezésén, amikor már mély vízbe került, és szakszerű, gyors vezetői döntéseket kellett neki hoznia. Engedjék meg, hogy kronológiai tájékoztatást adjak önöknek, addig az időpontig, amíg most eljutottunk. Július 11-én nevezték ki dr. Nagy Zoltánt főigazgatónak ide az Ajkai Kórházba. Másnap az elavultság miatt leállították az Ajkai CT működését. Főigazgató úr értesítette feletteseit és engem is a problémáról. Ajkáról a betegek kezelése átkerült a Veszprémi Csolnoki Kórházba. És ezzel egyidőleg elkezdődtek a tárgyalások az államtitkársággal és a AKK vezetőivel. Ajkára érkezett dr. Kis Attila főigazgatói biztos úr, akivel dr. Nagy Zoltán főigazgató és jómagam tárgyaltunk, és megállapodtunk arról a menetrendről és annak a problémának a kezeléséről, ahogy ezt az ügyet meg kell oldanunk és kezelnünk kell. Július 23-án, vasárnap délután megérkezett a segítség, és megérkezett egy mobil CT Ajkára. Másnap, július 24-én, 7 órakor pedig üzembe is állt a mobil CT, annak érdekében, hogy a betegellátás biztosítva legyen az Ajkán és Ajka környékén élők számára. És augusztus 14-én délután pedig elkezdték a telepítést a fix CT ügyében is. Ez egy olyan megoldás volt, amikor a mobil CT azt lehet mondani, hogy befejezte működését, azonnal elkezdődött a fix CT-nek a működése is, és ezáltal a betegellátás újra egyszerűbb és gyorsabb lesz Ajkán. Ez a műszer egy 16 szeletes, korszerű berendezés, amely gyors és kiváló minőségű betegellátást biztosít, jól illeszkedik az Ajkai Magyar Imre Kórház mindennapi munkájába. A CT a kórház tulajdonában van, növeli a kórház eszközállományának értékét. Hála és köszönet a betegellátás biztosítás érdekében hozott gyors és szakszerű intézkedéseknek. Megemlíteném azt is, hogy folytatódik a munka, és a terveink szerint a kórház pályázat útján újabb eszközökhöz, berendezésekhez fog jutni az elkövetkezendő időszakban. Ugyanakkor pedig van két beadott pályázata, egyenként több mint 100 millió forint értékben, az egyik a humán erőforrás fejlesztése és biztosítása megoldása érdekében, a másik pedig a betegbiztonság érdekében zajlik. Magyarország 2010 óta nagyot lépett előre a CT és MR berendezések számát és minőségét tekintve. A legfrissebb július elejé kimutatás szerint Magyarországon jelenleg 104 CT berendezés és 65 MR berendezés található. 2010 óta magyarországi CT berendezések száma 42%-kal, az MR berendezések száma 117%-kal nőtt. Másfél évvel ezelőtt a kormány közel 50 milliárd forintot fordított az állami intézményekben működő képalkotó diagnosztikai eszközök fejlesztésére. Most pedig engedjék meg, hogy átadjam a szót dr. Nagy Zoltán főigazgató úrnak, aki a CT szakmai oldaláról fogja megvilágítani önöknek az elmúlt eseményeket. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Sajkó munkatársaimat, az itt jelenlévő egészségügyi dolgozókat,
az Állami Egészségügyi Központ vezetőit, az országos vezetők egyikét, dr. Kis Attila főigazgatói megbízottat, dr. Varga Gábor regionális főigazgatórat, és nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Horváth Edinát, aki gyakorlatilag szakmai tapasztalatával és azzal a tudásával van itt jelen, aki esetleg a sajtó munkatársainak kérdésére a szakmai részletekben menően válaszolni tud. Magam részéről szeretném kifejezni örömömet, és elsősorban azt, hogy az ajkai és az ajka környékén élő betegek egy gyors és szakszerű diagnosztikai eszközhöz jutottak. Én itt nem szeretnék azzal hibalkodni, hogy ez a gyors döntés, ez milyen jelentőségű, hanem elsősorban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azzal, hogy a gyors döntés megszületett, ez elsősorban a betegellátásnak, a betegeknek, azoknak a betegeknek, akik a sürgős diagnosztikához szükségszerűvé kell, hogy tegyék a CT berendezés működését, ez megvalósulhatott. Ugyanis vannak olyan ellátások az egészségügyben, amelyek elengedhetetlennek ahhoz, hogy a betegséget gyorsan, szakszerűen és nagyon pontosan diagnosztizálni tudjuk. Nyilván közismert mindannyiunk számára, hogy a meglévő, vagyis a daganatos betegségeknél és azoknak a korai kiszűréséhez rendkívül elengedhetetlen a CT vizsgálat. Nem beszélve a különböző baleseti dolgokról, a különböző ideggyógyászati eseményekről, és az, hogy mi egy távolabbi városba juttatjuk a beteget, ez mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a betegnek nem tesz jót, ez nem tesz jót azoknak az embereknek, akik megérdemelten elvárják tőlünk a minél magasabb szintű orvosi ellátást. Tehát amikor mi valamit cselekszünk és gyorsan próbálunk cselekedni, akkor ezt mind a betegek érdekéért, a betegek egészségi állapotának érdekéért, a betegek minél hamarabb gyógyulásáért tesszük. Tehát szeretném ismét hangsúlyozni, hogy azzal, hogy mi egy korszerű, modern CT-hez jutottunk, és ilyen hamar jutottunk ehhez a nagyértékű készülékhez, ez elsősorban a beteg biztonságát növeli, a betegek korszerű diagnosztikához jutását növeli, és azt segíti elő, hogy az ajkán és arka környékén élő, rászoruló, ellátásra szoruló betegek mi hamarabb egy biztonságos, korszerű diagnosztikai eljáráshoz jussanak. Szeretném még egyszer megköszönni azoknak a munkatársaknak és azoknak az ellátó egységeknek a segítségét, akik lehetővé tették, hogy ilyen hamar, szerintem az országban példát ritkító módon hamar és egy ilyen korszerű berendezéshez juttatták kórházunkat. A Magyar Imre Kórháznak igenis van jövője, a Magyar Imre Kórház rendelkezik mindazokkal a diagnosztikus eljárásokkal, és amelyek szükségesek a korszerű betegellátáshoz. A CT még egyszer bizonyítja azt, hogy azon kevés kórházak közé tartozunk, akik rendelkeznek ezzel az eszközzel, és nem csak maga az eszköz lényeges, és nem csak arról az eszközről kell beszélnünk, ami most megjelent a kórházunkban, hanem azt is, hogy ennek a különböző hatásai, tehát azok a kiszűrt, diagnosztizált esetek későbbiekben biztonságosabban és korábban kerülnek gyógyításra. Ha esetleg valakinek valamilyen kérdése van, nagyon szívesen állunk rendelkezésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor tessék parancsoljanak, szívesen állunk a rendelkezésre. Megkérek mindenkit a kapcsolatban, hogy inkább egészségügyi kérdésekről van szó, egészségügyi kérdéseket tegyenek fel. Tessék parancsolni. Igen, Lékus Sándor vagyok, egy szükségügyi. Az érdekelnek, hogy hogyan elképzelnek a buszernek a korszerűségét, a hatékonyságát. Ugye hallottunk arról, hogy a buszerű készülőkről van szó, sem csak képíti, de a köznapi ember hogyan ítélheti meg ezt a dolgot, tehát mi ezt tudnánk hasonlítani esetleg, hogy tehát hogy ezt kell felmondani egy skálán, ami Magyarországon működő CT berendezésen illeti. Hát én azt gondolom, hogy egy ekkora kórház, mint egy városi kórház, az Ajkai Kórház, ez egy nagyon korszerű CT berendezés. 16 szeletes készülékről van szó, ezáltal a betegeket rövidebb idő alatt kisebb sugárterheléssel
tudjuk vizsgálni, a különböző rekonstrukciókat készítünk, így az elváltozásokat pontosabban tudjuk megnézni, akár többségben is, tehát mindenképpen egy pontosabb diagnózist tesz lehetővé, és a klinikusok számára is jobban láttatja az elváltozást, és segíti az ő munkájukat is. Másik is még egy kérdésem, és nem adnám az időt, hogy ugye hallottunk arra, hogy már régebben is tudni lehetett, hogy az itteni már forgalom kivont CT-t nem igazán felel meg a célokat, de legalábbis ugye nem olyan rosszabb, mint az itteni. Hogy most egy hónapot, másfél hónapban sikerült egy ilyen rosszabb bennesebb ütni korábbi előfeszítések ellenére, vagy annak is szerepe volt abban, hogy most ünnepelni tudok. Tehát az előző félgazgató asszony is Bár én azt gondolom, hogy ma azért jöttünk ide valamennyien, hogy ünnepeljünk és örüljünk. Én annak örülnék a legjobban, hogyha az örömnek megfelelő kérdések is érkeznek, hiszen ez egy ilyen örömnap az Ajkai Kórház életében. De nagyon örülünk annak, hogy ilyen gyors intézkedést tudtunk létrehozni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan együttműködésnek köszönhető, amely elvárható egy fejlődés érdekében. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Első kérdésére válaszolva, egyetlen ember sem szenvedett hiányt attól, hogy a Ajkai Kórházban egyik napról vagy egyik percről a másikra megszűnt a CT vizsgálat, hisz abban a pillanatban, amikor kézhez kaptuk a megszüntető határozatot, azonnal intézkedtünk és a Veszprémi Kórházzal fölvettük a kapcsolatot. A Veszprémi Kórház főigazgatójával azonnali konstruktív tárgyalásba kezdtünk, és a következő ellátandó beteg már a mentőszolgálattal összhangban a Veszprém megyei kórházba látták el. Tehát a Veszprém megyei kórház konstruktív hozzáállása és segítőkészsége áthidalt azt az egy-két napos problémás időszakot, ami ilyenkor elképzelhető a szervezési gondok miatt. Tehát egyetlen egy beteg nem szenvedett hiányt ennek a diagnosztikai eljárásnak az esetleges elmaradásában. A másik kérdésére pedig, amikor ez a helyzet kialakult, akkor azonnal fölvettük az országos ellátó központtal a kapcsolatot, és a hatékony munkába kezdtünk. Tehát nem volt arra idő, hogy hónapokat húzó közbeszerzés és egyéb más eljárásokat lebonyolítsunk, bár a későbbiekben majd ezt tervezzük, és az Országos Egészségügyi Ellátó Központtal válvetve gyakorlatilag sikerült ezt a készüléket beszerezni, és a mai napon nagy örömünkre üzembe helyezni és működtetni. Köszönöm szépen. Ez a kórházi, ez állami, a kórház is állami tulajdon, a készülék a kórházi, tehát a készülék is állami tulajdont képez. Ez a mai naptól eddig egy vállalkozóval kötött szerződés alapján történt a működtetés, a készülék a vállalkozó tulajdonát képezte, jelen pillanatban ez a helyzet megváltozott, a készülék teljes egészében a kórház eszköztárát gazdagítja. Köszönöm szépen! Ez kérdés lesz? Tessék parancsolni! Akkor jól értem, hogy nem volt teljesen pontos a napolnak a legutóbbi cikke, ahol azt írták, hogy ez a végleges beindulás, hiszen előtte pár héttel megjelent egy olyan cikk, hogy majd közbeszerzésből lesz egy maradatú. Szeretném... Akkor parancsolj. Gyere ide, Varga Gábor vagyok, a térségi egészségügyi ellátó központnak az igazgatója. Tulajdonképpen ez a készülék a állami egészségügyi ellátó központ és a minisztérium Viszmajor keretében elektronikus szavazással történt, tehát ennek a gyorsaságára jellemző az, hogy ahogy ez a probléma megjelent, akkor elektronikusan a szavazatra jogosultak, ezt a döntést meghozták, mobilizálták ezt a forrást, és ez ennek az összeghatára áfával mindennel együtt belefér az Európai Uniós nem közbeszerzéses szabályba. A
Másik, hogyha itt nagyobb fejlesztés lesz, az csak arra vonatkozhat, akkor ez a lehetőség már a kereteket illetően nem biztos, hogy meg lesz, de ez a készülék, ahogy a doktornő is fogalmazott, ekkora kórházakban, abból a 104-ből ez a középmezőny, és a gyorsasága, a praktikussága az megfelelő ehhez a tevékenységhez. A finomabb, hogy mondjam, cizelláltabb vizsgálatok, amik idegsebészeknek kellenek, meg kardiológusoknak, kardio-CT, azok már 64 meg 128 hetesek, azoknak borzasztó hosszú a képkeletkezési, a sugárterhelési üteme. Gyakorlatilag a napi rutinban a nyugat-európai nagycentrumok is ezeket a készülékeket használják. Tehát ez itt technikailag maximálisan hozza azt, amit egy második kórháznak a megyében, mint mondjuk Nagykanizsa, vagy Sopron, a Győr-Moson-Sopron megyében, vagy Dunaújváros, Székesfehérvár, Fehér megyében, vagy Esztergom, ez teljesen egyforma szinten áll technikailag. Igen, csak ugye a közbeszéd, tehát itt azért, mivel megjelent a napjóban a cikk, hogy jön majd egy modern használat, ez egy 16 szerepes, tehát amiről tudtuk, hogy magának teljesítők mennyiségű, ez egy nagyon szuper érdek, mellett ugye mégis megjelent, hogy majd közbeszerzésben, és most meg ugye azért, hogy ez a végleges, tehát ez csak ezért kérdeztem, hogy akkor most tisztázzuk, hogy a kérdezik az emberek, tudjuk, hogy jó. Természetesen nem volt ellentmondás a napónak a megjelenési híreiben, hiszen továbbra is cél a kórház számára, hogy minél modernebb és minél fejlettebb eszközöket szerezzünk, és a főigazgató úrral való egyeztetés alapján természetesen pályázatírókkal felveszik a kapcsolatot, és célunk, hogy új modern eszközök és berendezések érkezzenek a kórházba, és ez természetesen nem zárja ki azt sem, hogy egy CT is esetleg későbbiek során ide kerüljön, de ahogy ezt hallani lehetett, ez a CT már pályázat útján jöhet, közbeszerzés útján jöhet, és nyilvánvaló, hogy ez nem egy vagy két nap, nem hetek kérdése, hanem jóval hosszabb időtartamban kell ebben gondolkodnunk. És akkor, hogyha jól értem, utána az ugyanúgy szavazás után mehet tovább, ahol a szükség van rá. Hát ahogy a mobil CT is jött ide, és teljesítette azt a holtidőt, betöltötte, mert azért azt gondolom, hogy ha megnézték a alelnökről által mondott dátumokat, azért ez egy... Mert ezt szavazzák tovább, akkor ahhoz szükség van rá, hogy ezt szavazással sikerült idehozni, ugyanúgy az is szavazással fog jól érteni. Természetesen, mint ahogy ez is egy kisegítő tevékenység, gyors intézkedés része, bizonyára későbbi a során lesznek olyan kórházak, akik szintén hasonló helyzetbe kerülnek, amikor szükség lesz rá, és akkor valószínűleg ez a CT ugyanúgy rendelkezésre fog állni. A várakozási listánk az egyhetes, kéthetes, tehát nem hosszú várakozási listával tudunk dolgozni. Úgyhogy ez egy jó. Sürgősségi esetekben természetesen akutan. Ügyelni kérdésem már csak, hogy ki szavaznak, tehát hogy hallani a szavazást. Gondolom szakemberekben, hogy ezt állapáztartás előírt a szabályok szerint a EMI-nek, a egészségügyi felelős államtitkárságának a három delegáltja, az AEC-nek a két delegáltja, és a térség igazgatók meg a előterjesztő pedig ott vannak jelen, akik ezeket a előterjesztéseket a probléma kezelésre viszik. De ez szabályzat írja elő, mint a közkérdés. Tessék, pontosan meglátjuk. Az egyik olvasó, hogy a hétvégén ügyeletre hozta a gyermekét, általában dolgoztak el, Ausztriában élnek most, és már csak osztrák tévéjük van neki, de megvan neki ez az e-tévé, nem tudom most pontosan előfőni, és csak pénzére kapták el látni az ügyeletet. Utána nagy telefonálgatások ellen sikerült elintézni a bőrvállására az elkártára. Tervezik azt, hogy az elkői kórházban mindig előbb megteremtik ennek a lehetőségét, hogy tudják olvasni ezt a kártyát, mert mindig arra hivatkozunk, hogy nem tudnak előkezni. Illetve hogy működik? Hát ki jogosult itt az Európai Unión belül az egészségügyi ellátást?
Jó, én szívesen megadom a szót arra főigazgatónak, vagy bárkinek, hogy erre válaszoljon, de kérem önöket, hogyha nem a CT-vel kapcsolatos kérdésük van, akkor azt ezután egy más interjú keretében néhány percen belül megtehetik. Én ezért kértem az elején, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseket tegyünk fel, és osztozzanak az örömünkben. Én erre kérek mindenkit. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a kérdéseket tudom. Természetesen hozzánk ilyen bejelentés vagy feljelentés nem érkezett, tehát amennyiben ennek hivatalos hangot adnak, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk. De természetesen, aki rendelkezik egészségügyi biztosítási kártyával az Európai Unión belül, és annak a megfelelő ellátására jogosult Magyarországon, ezt természetesen jogszabályszerűen megtesszük, és nem fogjuk kérni az ellenszolgáltatást anyagi ele. De ez a sürgősségi ellátásra vonatkozik. A sürgősségi ellátásra vonatkozik, és egyébként a konkrét ügyet pedig nem ismerem. Köszönöm szépen!